Csuti Norbert vagyok, kosárlabdázó vagyok. Aranyérmet szereztem a mostani olimpiából, Abu Dhabiból. Hát, annyi mindent tudnék mesélni, szép hely volt, megérkeztünk, jó fogadtatás volt már reptéren, Lajos Bájékkal találkozni, felszálltunk egy buszra Dubajban, mert ott szálltunk le, és 2,5 órát utaztunk oda Abu Dhabiba a szállodába, elfoglaltuk a szállodát, 53. emeletre kaptam a szobát, kinéztem, mondom, atya, a világ, a tenger, de szép. Egyből egy jó alvás volt, reggel, gyönyörű kelés, szép napsütő is volt, tenger, nyíló szoba. Aztán megbeszéltük délután, mik a teendők, lementünk a tengerpartra, befutottam a tengerbe, meg így a többiek kérdezték tőlem, hogy hogy tudok én így befutni, meg olyan hideg, hát én nem fázom, soha nem, én nagyon bírom a hideget. És annyit tettem tényleg, hogy ezeket kívánom mai napig, de itthoni kaját, a jó zsíros kenyeret hiányoztam a legjobban. Szocként milyen ételek voltak? Hát barbecue csirke volt, volt ilyen tiramisú tekercs, ilyen nutella öntette, és csoki öntett, hú, anyám. Megsorolhatnám, hogy volt finom kínai csirke, akkor mi volt még? Jó, bolonyai nap volt, eredeti olasz lazanya, meg kis mini olasz pizza, szalámis. Kecskehús. Ja igen, borjúkolbász, meg kecskekolbász, hú, de finomak voltak. Menjetek ti is, azt egyetek. Utána meg elmentünk kicsit városnézésre, és vacsora is. Ugyanúgy az éjszaka. Aztán elkezdődtek a divizionálások. 6-ból 4 meccset sikerült nyernünk. A oroszok ellen is az észtektől kaptunk ki, de 4-et vertünk hibátlanul. Besoroltak minket a 2. divízióba, és megkaptuk Új-Zélandot, Ausztráliát, Szlovéniát, vertük mind a 3-at. Aztán lett a rájátszás, úgy lett volna, hogy velük játszunk még, de nem úgy sikerült, mert a 1-es divízióban a oroszok a negyedikek lettek, míg a japánok meg 3-ok, és így lekerültek hozzánk a 2-es divízióba, és így a többi, így új-zélandiak lecsúsztak még egy-egy divízióba, és velük kellett játszani. Úgy oroszokkal játszottunk előbb, 24-22-re levertük őket, és utána másnap jött a döntő a japánok el, ami 33-29-re nyertünk, és sikerült megvédenünk a címünket, amit Los Angeles előtt sikerült megnyerni. Neked ez hanyadik olimpia? A legeslegelső. És szeretném, hogyha még sikerülne a következő berlini olimpiára is kijutni. Te mikor kezdted el ezt a sportot? Hát kérem szépen, hogy 8 éve kezdtem még a Sofiban, aztán átkerültem a Hársfa Egyesületbe, ott kosarlabdázom Galambos Zsolt mellett, a világ legjobb edzőjével van szerencsém. Kiváló csapatom van, örülök, hogy ott lehetek is. Örülök, hogy így bízik bennem az edző, és köszönöm neki, hogy kimutatott engem. A csapatban neked mi a szereped, mit játszol? Hát, bedobó vagyok, meg így center szoktam néha lenni. Döntőben hány kosarat dobtál? Egyetlen egyet. Egyet? Csak egyet, igen, persze. Hát fürgék voltak a japánok, alig tudtunk átmenni a térfelünkön, de kemény menet volt velük. Mennyi lett az eredmény? 33-29 nekünk. Hogy tudod összeegyeztetni a tanulást meg a sportot? Ez egy kicsit nehezebb, mert most fogok vizsgázni, de hétfő szerdánként vannak edzések, néha napján tanulni nehezen tudok, de azon függetlenül jól megy meg minden, de most fel kell zárkozni, mert 2 hét eltelt így Abu Dhabi miatt, de mindent bele, hajrá, hajrá! Nem sikerülni fog biztos. Hát reméljük, köszönöm. Mik a céljaid a sporttal kapcsolatban? Hát megpróbálkozni még ezt a Berlint, hogyha nem megy, akkor már visszavonulok szerintem, mert hogy én is már itt, ez az utolsó évem az iskolában, már nem is jövök ide vissza, és már elkezdek rendes felnőttként dolgozni, mert már most leszek 20 éves a nyáron is, el kell helyezni már valahova magam. És van terv már, hogy merre? Van tervem, nagybátyámhoz megyek melózni. Úgyhogy hajrá, ott is. Mit adott neked a sport? Miben segít a magánéletbe? Sok jó egészséget ad, mindig mozgásban tudok maradni, sose fáradok ki, hogyha például haverjaimmal focizni megyünk, mert én focit szeretem a legjobban, lehet át is igazolok, de ez egy élet, olyan érzést ad nekem, amit nagyon örülök neki, hogy részt lehetek ilyen, ilyen versenyeken, akkor most már olimpián is, nagyon büszke vagyok magamra, hogy elértem ezt a szintet. Mi büszkék vagyunk rá, megmutatod az érmedet még? Most erre vagyok a legjobban büszke. Köszönjük a többiek nevében, és sok sikert. Én köszönöm szépen. Köszönjük.